Tiszta szex. Tiszta szex! Kezdődik a műsor, amelyben ledöntjük a tabukat, feltesszük a kínos kérdéseket és tisztázunk a félreértéseket. Tiszta szex! A Hitrádió tájékoztató műsor a szexualitásról, nemiségről, az emberi test és lélek működéséről, cenzúra nélkül, két hetente csütörtökön, 19 órakor a Hitrádióban. Tiszta szex! Egyedülállóknak és házasoknak, fiataloknak és régebb óta fiataloknak egyaránt tiszta szex. Műsorvezető Király Tamás és Kinga. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Tiszta Szex legfrissebb adása, és ma is itt vannak velünk vendégeink, állandó vendégünk, Kulifai Mónika tanácsadó szakpszichológus, Szerbusz Mónika, köszönjük a műsorban. Üdvözlöm a hallgatókat, szia! Illetve nagy tisztelettel köszöntjük dr. Újlaki Győri Annát, aki mentálhigiénés szakember és a Reménység Magjai Alapítvány munkatársa. Serbus köszönjük, hogy itt vagy velünk. Én is köszönöm műsorvezető társam pedig Király Kinga. Szia Kinga. Sziasztok. Továbbra is várjuk a hallgatói kérdéseket. Anonim <laughs> módon lehet kérdezni. A YouTube leírásunkban megtaláljátok azt a linket, amire ha rákattintotok, akkor ott feljön egy kérdőív. Tényleg teljesen névtelenül megy. És itt most nézem a statisztikánkat, hogy már több mint 200 kérdés érkezett. Ennek egy részére már válaszoltunk, és az a tervünk, hogy a következő időszakban is minél több kérdésre válaszolunk. Vannak olyan egyedi élethelyzetek, kérdések is, amire nehéz egy műsor keretében. Válaszolni, és ezt már régóta akarom mondani, úgyhogy most elmondom, hogy ha van speciális kérdésetek, akkor ö, írhattok, Van a Hídgyülekezete tanácsadói szolgálatának is egy e-mail címe, amit Móni talán jobban el tud mondani, mint én. Tanácsadókukas hit.hu, Tehát erre a címre. Ami élni. egyedi kérdés, az talán érdemesebb erre az e-mail címre megírni. A mai témánk pedig a pornográfia lesz. Régóta ígértük már, hogy ezzel a témával foglalkozunk, úgyhogy most bele is vágnánk. Honnan kezdjük? Talán kezdjük ott, hogy nyilván odáig minden ember eljut, vagy hát ilyen általánosságban hallja, hogy a pornográfia az rossz. Bár most, ahogy kimondtam ezt a mondatot, már lehet, hogy ez is bonyolultabb, mert a nem keresztény világ viszont általában azt mondja, hogy jó, meg segít megismerni a különböző titkokat. Szóval talán érdemes lenne tisztázni, hogy mi az a pornográfia, illetve, ti hogy látjátok az egy káros, rossz dolog, vagy egy jó dolog? <laughs> Igazából a pornó minden olyan tartalom, aminek célja felkelteni a szexuális vágyat. Tehát ugye a manapság a leginkább, amikor pornóról beszélünk, akkor az online ö, tartalmakra gondolunk, és nyilván ezek a leg ö, kártékonyabbak, rombolóak, de talán emlékszünk sokan a szürke 50 árnyalatának a berobbanására, az egy könyvformájú pornó. Ugye készült belőle sajnos film is, de hogy, hogy a pornó több, mint pusztán az online pornó. Benne van a sexting, benne van az Instagram és a TikTokon megjelenő alulöltözött, vagy tehát képek, vagy mozgó tartalmak. A a, bocsánat, annyit tennék hozzá, hogy, hogy még, még lehet ennek egy olyan árnyalata, tehát ez a direkt tartalom, ugye, mm. amikor, amikor az a célja eleve a, a, a produktum létrehozásának, hogy felébreszen szexuális vágyat, tehát mindenféle elkötelezettség vagy célcsoport, ilyen értelemben nélkül, de emellett, a képi ö, 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 megjelenítés mellett, te is említetted a könyvet, és talán uh -huh. erre kevesebben Igen. gondolnak, hogy hogy, hogy ö, ö, a még írott anyag is, történetek is ö, ö, tudnak ilyen pornográf tartalmak, ö, ö, lenni, és ezek is ö, kiválthatnak olyan vágyakat, indulatokat, amiben az, amire egyébként a szexualitás ki van találva, az, az figyelmen kívül van hagyva. Mi a tapasztalat, hogy találkoznak először az emberek ezekkel a tartalmakkal? Régen nehéz volt hozzájutni a pornográf tartalmakhoz, el kellett menni egy, vagy egy videótékába, vagy egy boltba, vagy egy <coughs> szexshopba, azt meg kellett szervezni, hogy hogy jutok el oda, lehetőleg ne lássák, akkor pénzt kellett félretenni, valahova elsúnyogni azt a tartalmat, ma viszont nagyon nehéz elkerülni, mert gyakorlatilag két-három kattintás nyira van. Tehát a, a, az az átlag, sajnos, hogy 11 éves korban találkoznak a fiatalok először pornóval, ugye plusz-minusz évek vannak, mert átlagról beszélünk. Nagyon sokszor véletlenül találkoznak vele, vagy házi feladat készítése közben, vagy úgy, hogy csak hallott egy szót, hogy pornó, vagy leszbikus, vagy ilyesmi, és rákeres, és rögtön, vagy akár én egyszer kipróbáltam azt, hogy pusztán arra szóra, hogy szex, milyen képek jönnek fel. Hát nem az a szerető, hetero szex, ami, amit a házasságon belül Isten ad nekünk, tehát sokszor véletlenül találkoznak vele a fiatalok olvastam erre egy statisztikát, hogy 30-35 százalék véletlenül téved rá Igen. az ilyen anyagok, ilyen tartalmakra. Ami azt jelenti, hogy, hogy amit Ani mondott, hogy esetleg egy-egy fogalmnak néz utána, ennélkül is Igen. rá, tud tévedni, rá tud tévedni ilyen felületekre. Tehát az ennek a, a reklámozása, vagy nem tudom az elérhetőség, ez nagyon gonosz módon ki van dolgozva. Ugye azt tudjuk, hogy a, az internetes letöltések 35% a pornó, és Igen, minden ötödik asztal. mobilos kattintás az pornó. Úgyhogy, és a 7-től 10 évesek, ez amerikai statisztika, a 7-től 10 évesek harmadik leggyakoribb kereső szava a pornó. Tehát ilyen, ilyen adatokkal nézünk szembe. Úgyhogy igazából nem az a kérdés, hogy fog-e egy fiatal találkozni a pornóval, hanem hogy mikor. És Tehát a szülőknek ne legyen készülve, illúziójuk, nem? hogy majd az én gyermekem az meg lesz se. védve, és talán akkor beszéljünk arról, hogy hogyan lehet a gyerekeket egészségesen felkészíteni arra, hogyha ilyen tartalom jön elő. Pont azon gondolkodtam, hogy amikor mi gyerekek voltunk, akkor nagyon nehéz volt ilyen tartalmakkal találkozni. Igen. Bizonyára nem volt lehetetlen, meg Igen. a kereskedelmi tévékben már azért akkor is voltak alulöltözött képek, stb. stb., de ilyen mennyiségben nem áramlott és nem ömlött ránk ez a fajta tartalom. Köszönöm, azt öltöztem, hogy benzinkutakon, nem tudom, hogy emlékeztek-e, régen be volt csomagolva, és fent volt a felső polcokon, és egyszer én is olvastam már egy cikket, hogy egyre lejjebb tették, és már nem csomagolták be még a férfi magazinokat sem. És pont azon gondolkodtam, hogy vajon mi lehet ezzel a cél, mert ugye tényleg az volt, hogy egy kis totyogó gyerek még nem vehette észre, mert annyira magasan volt, és hogy tényleg egyre inkább elérhetővé és láthatóvá tették mindenki számára. Annyira furcsa, hogy árasztják az emberre a szennyet tulajdonképpen. Ugye régen ö, újságok voltak, főként nem is volt ö, internet nagyon sokáig. Az én tínédzser koromban lett olyan, hogy széles sávú, ö, internet, okostelefon egyáltalán nem volt. És volt, volt egy időszak, amikor viszont az újságokat már szabályozták, tehát most már nem lehet nincsenek ilyen uh, szexlapok. Uh, előtérben viszont sokkal elérhetőbb azokos telefonon keresztül. A semből bekerült Igen, a És végtelen mennyiségű. Tehát amíg egy újságban volt x kép uh, 20 perc alatt egy fiatal több uh, meztelen nőt láthat, mint a dédapja egy, egy életen át Igen. láthatott mondjuk. De hogy tulajdonképpen miért van az, hogy ezt a tartalmat, ezt tudom, nem teljesen, ide tartozik, csak érdekel, hogy, hogy miért nem lehet ezt cenzúrázni, vagy. Mert ugye vannak országok, ahol igen, ott azt ilyen nagyon kemény diktatúrának mondják, de hogy azért azt kimondhatjuk, hogy ez nem segít a fiataloknak a szexuális fejlődésének, nem? Tehát... semmilyen szempontból nem, semmilyen szempontból nem. Tehát arról talán előző adásunkban is beszéltünk, hogy, hogy az a, a, szexuális közösségnek az a megélése, amit a pornó tartalmak mutatnak, az a valódi szexuális élethez sem fizikai szempontból, sem annak az, azt az mm -hmm. értékét nézve, hogy mit jelent két ember közösségében, elkötelezettségében, kölcsönösségében, tiszteletében megélt szexualitás. Ez, ez teljesen Mást mutat. Tehát érdemes erről ilyen módon is gondolkodni esetleg, nem tudom, egyetértes e hogy, hogy sem fizikailag nem így valósul meg a szexuális közösség, sem, sem annak a, az értéke lélektani, szellemi, fizikai Igen. szempontból nem, nem reális képet mutat, így akik így utána olvastak, nem tudom, hogy neked is vannak talán a tapasztalatait, vagy olvas szakirodalmi hivatkozásait hogy napokig vesznek föl egy pornó felvételt. Tehát ez nem azt jelenti, hogy három perc alatt, meg tíz perc alatt, mm. akkor is úgy valósul meg. Igen visszatérve a kérdésedre, és aztán erről, mm. erről is szeretnék pár szót, hogy Azért nem cenzúrezzák, mert dollármilliárdos üzletről van szó, tehát csak az egyik legnagyobb amerikai pornó oldalnak a bevétele egy hónapban több, mint a Netflix, az Amazon és a Twitter összességi összevéve. Tehát, hogy ilyen jellegű és uh, nekik ibar. miből van bevételük? Hát uh, abból, hogy ugye hozzá a 11 éves kortól a gyerekeket az ingyenes tartalmakhoz, és mire bankkártyá bankkártya kerül a zsebükre, zsebükbe, addigra elkötelezett felhasználói a pornó Tehát ahogy oldalaknak. a Netflixre mi előfizetünk, úgy mások pornó oldalakra Abszolút. is elő tudnak fizetni extra tartalmakért. Igen, és ugye az OnlyFans az most a fiatalok körében terjed, mint a futótűz, ott ugye nem kell pornósztárnak lenni, amatőrként felraknak a lányok magukról képeket, videókat, és azért felhasználók fizetnek. És, és teljesen, teljesen egyetértek azzal, amit Mónika mondtál, hogy, hogy elrugaszkodott a pornó a valóságtól. Egy most már megtért pornósztár mondta azt, férfi, hogy, hogy ő, úgy vették fel a pornó jeleneteket, hogy ő gyakorlatilag egy másik szobában önkielégített, majd amikor kész volt arra, hogy, hogy a csúcsra jusson, akkor ment oda az életében először látott színésznőhöz. Tehát még csak nem is az, nem is az van, hogy ő keltette fel a, a, vágyat, hanem tehát annyira, annyira és méreteket tekintve is a férfi és a nő színészek mérete is teljesen irreálisak, a nőknek a, a melle hatalmasa van operálva, a férfiaknak sokkal nagyobb a is szerve, mint normál esetben, és a férfiak a pornó szerint végtelen hosszú erekcióra képesek, a nők pedig első pillanatra mindenre eljutnak a csúcsra. Tudjuk és azt, mindenfajta minden behatolásra, fajta, és mindenre alkalmas mindenki, Abszolút, mindenféle igen. felállásban. Igen. igen, és tudjuk azt, hogy például... Egy anális ö, szexjelenetre is mennyi ideig ö, készül egy pornószínésznő, színésznő, és a tinédzsereknek sokszor tudjuk, hogy ez az első belépő a szexuális életbe. Ugye nem vesztik el technikailag a szüzességüket, akár még keresztények mm -hmm. is beleeshetnek ebbe a csapdába, hogy oké, okay, akkor akkor technikailag szűz maradok, de gondoljunk bele abba, hogy a 2000-es évekig ezek abszolút a deviancia kategóriája volt. Igen. Az szex most pedig olyan szinten elfogadott, hogy a fiatalok azt gondolják, hogy ez, ez, ez az alap, ez az, amit mindenki csinál, és amit a fiúk elvárnak a lányoktól. Igen, így az analisztekről beszéltünk is egy előző adásban, hogy, hogy minden szempontból, még házastársi kapcsolatban is, meg az egészségügyi folyamatai és veszélyei mit jelentenek. Hát itt most konkrét dolgokról igen. beszélünk, de hát itt is megerősíthetjük azt, hogy minden útmutatás, amit az igen mond a szexualitásról, az mind a mi javunkat szolgálja, tehát nem valami igen. különleges extra parancs vagy törvénycsomag, hanem a mi védelmünk szolgál és itt megerősítenem azt, amit Anni mond, hogy a, van egy ilyen statisztika, hogy a, a, a 11-15 éves kor közötti fiúknak a, a 40 -a, a 45 egy felmérésben azt mutatták, ki akarja próbálni mm -hmm. azt, amit lát közvetlenül. Tehát még még ö, ö, hát nyilván sem lélektani szempontból, sem fizikai szempontból nincs olyan, olyan kész állapotban, egy kicsit később érnek a fiúk, és mégis maga ez a, ez a vonzás, vagy ez az inspirálás egy ilyen vágyat, szándékot ö, ö, ébreszt. És itt még kiegészítve, hogy, hogy a méretek, meg mm. egyáltalán a szexuális közösségre való ö, készenléti állapot, hogy itt, itt gyógyszereket szednek, inekció, ö, ö, az, hogy egy ö, erekció, vagy egy olyan legyen, amilyen e, az inekciókkal különböző hatóanyagokat fecskendeznek be, tehát valami annyira semmi köze, ahhoz a, 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 a sem erkölcs és sem, sem valóban egy 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 fizikai szempontból is egy igazi élmény megéléséhez, tehát hogyha most egy picikét elvonatkoztatunk attól, hogy most elkötelezett kapcsolatban gondolkodunk-e uh -huh. a szexuális egyesülésről, vagy uh -huh. egyáltalán a szexuális örömről két éppen Aktuálisan egymással vágyó személy között, még ahhoz képest Igen. is, ez irreális. Igen. Van, amit úgy állítanak be, nem nem az a kényelmes póz, csak így lehet jobban fotózni, meg így lehet jobban a videót elkészíteni. Tehát a fizikai megélése, megvalósulása folyamatában, méreteiben, mind egy mesterként felépített. És akkor még csak a technikai dolgokról beszéltünk? Nem csak még azt mondom, hogy így ezzel kapcsolatban a fiatalok, amiket mondtatok, hogy ugye milyen irreális az egész, és még csak abba gondoljuk bele, hogy hány meg hány embernek milyen szeretet hiánya van, és ugye hmm. mondtátok, hogy a fiúk ki akarják próbálni, mert ezt látják, a lányok meg akarják, hogy valaki szeresse Abszolút. őket, és ez a gondolkodás nélkül belemenne, nem kérnek tanácsot szülőktől, felnőttektől, esetleg kortársak között megtárgyalják, szóval tényleg így csak így hallgatva és borzalmas, hogy mekkora romboló ereje tud lenni. És kérdezted, hogy miért kártékony a pornó. Ugye azt tudnunk kell, hogy a fiataloknak a nagy részének ez a szexuális felvilágosítás elsődleges eszköze. Okay. És azt gondolják, megnézve a, a hardcore pornót, ami gyakorlatilag ö, ö, már a legelérhetőbb tartalmak is hihetetlenül agresszívek, azt gondolják, hogy ez a szex. Uh, van olyan fiatal, aki úgy reagál erre, pici gyerek, uh, hogy te jó ég, akkor én soha nem akarok. Uh, vagy sze... hogy én soha nem fogok tudni. Egyrészt, de másrészt, hogy én a miért a nem ellen? akarok. Ja, igen, igen. Igen. Ha igen. apa és anya ezt csinálják a hálószobába, én ebből nem kérek. Ez Na, riasztó amúgy egy gyermeknek? Na, nagyon érdekes, te? hogy amikor először találkozik valaki pornóval felkészületlenül, akkor hihetetlen sok érzés kavarodik egyszerre benne, mert a teste izgalommal reagál, kíváncsiság, ugyanakkor undor, félelem, szégyen, és ezeknek a, a keveréke, ez egy olyan, hát kártékony kombináció, ami aztán nagyon könnyen függőség felé vezetheti a... Ez egy ilyen Stockholm-szindróma-szerű függőség, függőség, hogy nagyon rossz érzéseket kell, De ugyanakkor nem jó. vannak nagyon jók is benne, Aha. ugye a testi, meg ugye arra, vagy, arra vagyunk megalkotva Isten által, hogy, hogy, hogy vonzon minket a, a szexualitás, Igen. a Igen. szex, és, és egy, ilyen, egy ilyen nagyon furcsa módon vonz, de és taszít Igen. egyszerre. Tehát nyilván, ami Istentől kapott hmm. az egészséges nemi ösztön Igen. valószínűleg az az, ami vonz, meg talán a kielégülés Igen. iránti vágy, Igen. miközben maga a pornónak a mocska az meg taszít, és ez egy tök skizoid helyzetet tud előidézni, nem? Még egy egy ezt hadd tegyek, amire használtad ez a kifejezést, hogy pici gyerekek. Mm -hmm. Tehát, hogy van, ami idő előtti. Tehát a normális szexualitás, mondhat, hogy, hát, hogy az, mm -hmm. ha a szülők ezt csinálják, akkor mm -hmm. borzasztó dolog, hogy ugye apa és anya, ti nem csináltok mm -hmm. ilyet, kérdezik meg. Mert van, ami idő előtt találkozik egy, tehát én szétválasztanám egy picit, mm -hmm. hogy még a normális szexualitás elkötelezett kapcsolatban férfinő között ö, 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 normális ö, módon zajló szexualitásról is ö, van egy olyan életkor, amiben erről minden ö, elemében részleteket tudni, az Én még idegen. Volt. De közben ott van az a, tehát felébred a vágy, de az a fajta érettség, az a fajta tehát ez értelmezése való érettség, most nem tudom, más úgy leírni, annak is van egy ideje. De ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség felvilágosításra, mert talán Igen. ez megerősítette, és, és nem, hogy kell információ. Abszolút. Igazi. És hogy hogy itt ugye <laughs> még csak nem is a szerető Igen. testiséggel találkozik mondjuk képbe vagy filmben, hanem egy egy hihetetlen agresszív valamivel. Azt tudnunk kell, hogy. hogy egy tanulmányban megvizsgáltak random pornó és azt találták, hogy a, a pornó jelenetek 90%-a fizikális vagy verbális erőszakot Erőszak, tartalmaz. Ebben, ha belegondolunk, akkor ez döbbenetes. Ebben a hajtépés, folytogatás, mindenféle ö, guztustalan néven való szólítás szerepel. Nagyrészt a nő felé irányul ez az agresszió, aki vagy semlegesen tűri, vagy kéri, vagy élvezettel reagál. És el szoktam mondani a lányoknak, hogy egy egészséges lelkű fiatal nő nem élvezi azt, ha bántják. Igen. És ez az üzenet a lányok felé is, hogy nektek élveznetek kell azt, ha bántanak titeket, a fiúk felé azt, hogy ezt élvezi a nő, ezt csináld vele, és akkor ott van. Ö, Ugye visszatérve a gyerek, aki ezt látja, ö, ijesztő számára, és ott van az a fiatal, aki ezt majd ki akarja próbálni, és vagy hatalmasat ö, csalódik, hogy ö, hát nem így reagálnak ö, a nők, vagy csinálja ezt az agresszív ö, magatartást, mert a lány mondjuk eljátsza azt, hogy ez neki tényleg jó. És ugye a szexuális bántalmazásoknak is megágyaz ez, ez igen, a fajta. Igen. Ö, Edukáció, hogy így mondjam? Igen. Beleragadnak egy ilyen felvett szerepbe. Ugye mennyit beszéltünk arra, hogy mennyire fontos a kommunikáció, hogy mindent mm. megbeszélni, és milyen ijesztő, amit mondasz, hogy az egyik hisz valamit, a másik is gondol valamit, és akkor soha nem beszéli meg, és tulajdonképpen tönkreteszik egymás lelkét is, azáltal, hogyha így egy ilyen kapcsolatban mondjuk beleragad valaki. Itt még testét is nagyon sok a, a fiatal, szexuális sérülés, a, akiket látnak a, az egészségügyi ellátóban, amik, amiket említettünk eddig, hogy miért. Itt, bocsánat, egy, egy olyan, olyan fontosnak tartanám, hogy azt így összegezzük, hogy megfogalmazzuk, hogy, hogy és ennek az egész sorozatnak is célja ez, hogy szükség van arra, hogy legyenek tiszta és igazi mm. ismeretek a szexualitásról, testműködésről Igen. is, és a szexuális folyamatokról is. Az már egy fajta védelmet jelenthet, mm -hmm. hogy, hogy ne tananyag legyen a, a pornográfia. Okay. Tehát az, ami, amit így nagyon fontosnak tartunk, tanácsolunk szülőknek mm. is, és, 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 fiataloknak is, hogy, hogy tiszta forrásból tájékozódjanak arról, hogy hogy működik a test ezen a területen, miről szól a szexualitás, a szexuális közösség, testi, lelki, szellemi szempontból, mert az igazi ismeretek vagy tudás az egyfajta védőpajzs yeah. lehet. De hogyha tabu, 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 akkor tényleg ez marad, amit Ani mondott, hogy a pornóanyagra kattint rá, és onnan nyeri az első információit, hogy a nők így hmm. működnek, és ezt szeretik. Most csak így vissza Igen. kanyarodva, amit Igen. mondtál, hogy a férfiak így működnek, vagy így kéne uh -huh. működniük, és, és így kell viselkedniük, és hát ebből tényleg ezerféle frusztráció is, aztán egész lelki, szexuális problémákig kifut, hogy alkalmatlanságérzés, illetve egy megalázott szerepben való. Hmm. való bele helyezkedés, tehát nagyon-nagyon fontos. De az egyik eszköz, amivel ez kiszorítható, az a tiszta információs felvilágosítás. Gyerekkortól. Gyerekkortól. A legkisebb kortól kortól kezdve. Azzal együtt azért nagyon fel vannak építve ezek a pornóanyagok, Ez a gyors szexuális vágy ébresztés elkötelezettség nélkül, a lelki vagy a kapcsolatépítés nélkül. Tehát maga a kíváncsiság, meg talán lehet, hogy is, így kérdeznénk téged, hogy maga a tiltás ezen a területen, mm. ez, ez mit vált ki a fiatalokból, hogy ezt hogy lehet jól kezelni, hogy hogy ne azért legyen vonzó, mert tiltják, és valami titkos dolog, most a pornográfia, Igen. még akár olyan, olyan szeménél is, aki kap egy, egy valamilyen szintű felvilágosítást vagy tájékoztatást. És ezen ide annyit beszúrnék, hogy mert uh, ahogy beszéltünk arról, hogy a nemiség az mégiscsak Istentől van, hogy egy uh, szép emberi test látványa, az tényleg mm. lehet szép. Ugye, Ugye ez a, ebben a csapda vagy, amiről szintén talán egy korábbi adásban beszéltünk, hogy amikor valaki le akarja vezetni a stresszt, akkor mm. az elsőre lehet, vagy tűnhet jó megoldásnak, hogy megnéz valami erotikus tartalmat, és akkor megnyugszik. Csak hát tudjuk, hogy valójában meg nem ez a megoldás, csak én próbálok együtt érezni azokkal, akik ezekben benne vannak, vagy ilyen helyzetbe kerültek, és tömegével vannak, hogy, hogy persze könnyű erről elméletben beszélni, de a gyakorlat meg ennél sokkal bonyolultabb, meg sokszor sokkal rányoltabb. Igen. Uh... Ugye, ha nem lenne a pornó vonzó, ha nem lenne benne valami nagyon megragadó, akkor senki nem nézni. Igen. Ugyanúgy, mint a, a drogoknál is van valami, van valami előny. Ugye, a, a Istentől kapott szexuális együttlétben is felszabadul egy adag dopamin az agyunkban. Ez egy jutalmazó anyag, ami azért felel, hogy vágyjunk valamit újra megtenni. Tehát nem is a beteljesülés az elsődleges feladat, hanem hogy vágyakozzunk újra. Ideális esetben ugye, ha együtt vagyunk a házastársunkkal, akkor utána a dopamin is felel azért, hogy újra együtt legyünk. Egy vagyunk. kötődés erősödik. Igen, és hogy az a döbbenetes, hogy a pornónál, egy extra nagy adag dopamin szabadul fel az agyban. Nagyobb, mint a sokkal rendes nagyobb. Együtt sokkal nagyobb, Sokkal nagyobb, és ezt tőlem megkérdezték egyszer, hogy de hát miért van ez? Akkor Isten <laughs> miért így alkotta meg, hogy a szexnél csak egy kisebb? <laughs> és azért, mert, mert az a, az, a, testünknek a megfelelő mennyiségű dopamin, ami még nem meríti ki ezt a jutalmazó rendszert. És a pornónál pedig tapasztalható egyfajta kiégés és tompultság, az, ez az extra adag dopamin egy idő után kimeríti a rendszert, és ezért van az, hogy egyre többet kell nézni, egyre hosszabban kell nézni ahhoz, hogy valaki eljusson ugyanarra az élvezeti szintre, és egyre sokkolóbb tartalmakat kell nézni, mert az, az hogy egy, egy mesztelen nőt képen nézek, lehet, hogy néhány hétig elég volt, de utána már jön a heteroszex, utána már jön a csoportos, vagy az azonos nemű pornó, hogy a gyerekpornóról ne is beszéljünk, és, és kérdez, Kérdeztétek azt, hogy hogy a, a gyerekeket ö, hogy érdemes ö, tanácsolni ebben. Azt tudjuk, hogy akkor üt legnagyobbat a pornó, hogyha felkészületlenül ér valaki. Hű. Tehát szokták azt kérdezni, hogy de hát nem én akarom felkelteni a figyelmét, nem én akarom, nem én akarok beszélni a pornóról, hogy aztán majd akkor ő rákeresen. Hű. Az a tapasztalatunk, hogy védőfaktor így az, van, ha egy van. gyereknek ideje korán beszélünk arról, hogy figyelj, Fogsz találni az interneten olyan tartalmakat, amikor mesztelen emberek egymás testével különböző szexuális dolgokat csinálnak. Amikor ilyet látsz, akkor kérlek, csúgd le a, a laptopot, vagy, vagy zárd be a telefont, és gyere oda hozzám, hogy megbeszéljük, hogy mit láttál. És az a, az a tanács, hogy amint egy gyerek használhat egyedül okostelefont, vagy van a közelébe olyan, aki használhat egyedül, az előtt kell vele beszélni. Ez 8-9 éves korban legkésőbb, és ez nagyon korainak igen. tűnhet, de jobb. Ö, a veszély ilyenkor igen. jelenik már meg az igen. Érke, igen. Jobb ö, egy évvel hamarabb beszélni vele, mint egy másodperccel később. Ezt nem én találtam ki, nálam okosabbak hmm. mondták, hogy, hmm. hogy, ö, hogy preventíven igen. igen. felkészíteni őket, hogy fogsz ilyennel találkozni, és akkor megvan az esélye annak, hogy hogy ha tapasztalja azt, hogy itt anyával, apával szabad Nem ilyesmikről teszni. beszélni. Nyilván tínédzsereknél már nehezebb, de ha, ha sikerül az, hogy, hogy felépíteni a, a, kapcsolatot, én is, nekem is van ilyen korú gyermekem, és, és néhányszor ezt így előhoztam neki, és mondta, hogy tudom, tudom, hogyha ha ilyesmi lenne, akkor szólok. Igen. Hát, hogyha van egy bizalom, akkor, akkor könnyű ezeket, aki könnyebb ezeket a kérdéseket megfogalmazni, és ezt ez, ez, hát mi a legkisebb kortól elkezdeni, Igen. de a téma szempontjából ez, egy, ez, ez, már egy olyan állomás, amikor a telefonhasználat, amit mondta, hogy akkor már biztos, akkor Igen. már nem én szabályozom Igen. szülőként. Annyit szeretnék kiemelni, nem akarom elfelejteni, hogy, hogy sokszor úgy beszélünk erre ezekre a problémákról, hogy a férfiakat érinti csak, és nem. 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 Tehát itt a statisztikák azt mondják, hogy a férfiak 90%-a, a nőknek a 60%-a Ö, ö, valamilyen módon, ta, most ez, ez nem, 18 éves, jel... éves koráig találkozik. Igen, igen, már, már, talál, igen. már Már, ö, illetve ez az adat arra is vonatkoz egy amerikai ö, statisztikai adat, hogy, hogy, ez már egyfajta látogatást is jelent, nem csak találkozást. A látogatáshoz az, az, függőség? Ö, jó, jó, kérdés. Azt gondolom, hogy ez lehet, lehet mindenféle addikciónál keresni azt, hogy hol húzok meg azt mm. a definit. Szokták azt mondani, hogy a rendszeresség hmm. az egy. És akkor rendszeres jelentheti azt, hogy nem napi szinten háromszor, hmm. de az, hogy, és talán lehet, hogy rá is kanyarodhatunk majd az okokra, hogy kit, hmm. kit egy felnőttet mi vezet, vagy egyáltalán egy fiatal mi vezet amellett, hogy tudatlanság, vagy információkeresés, vagy izgalom, hogy milyen mélyebb lelki okok lehetnek a háttérben. De, de, de az biztos, hogy ha valaki ezt használja, tehát nem csak találkozik, hanem használja, akkor erről azért már lehet gondolkodni, hogy hogy miért jó ez, azon kívül, hogy mert beszélünk arról, hogy stresszcsökkentés, a többi, Tehát, hogyha valaki ezt használja, stresszcsökkentése, használja fizikai ö, megnyugvásra, ö, itt, itt akkor azt gondolom, hogyha ha ezt hetente egyszer csinálja, az ugyanúgy függőség, mint a napi abszolút, háromszor, abszolút. nem? Igen, 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 ebben teljesen egyetértek. Mm. Csak ezt alá akartam húzni, hogy a hölgyeknél is ott van, a, igen, és növekszik. Ez, ez, ez kulcs, amit most mondtál, hogy a, a fiatal tini lányok körében nagyon növekszik. Tehát nem egy és nem kettő a nyolcadikos kislány keresztény családból keres meg, hogy, hogy ezzel küzdök, és, és fú, a, a legjobb, legjobb barátnőim is ezzel küzdenek az egyik leghíresebb pornó oldal, ők mindig lehozzák a büszkén a statisztikáikat, és a felhasználóiknak az egyharmada nő. Tehát a kétharmada férfi, az egyharmada nő. Úgyhogy, úgyhogy, kell foglalkozni a lányokkal is, már csak azért is, hogy ne érezzék magukat elszigetelve, hogy ez nagyon ciki, mert Igen. én nem vagyok fiú, de vonz a pornó, annak ellenére vonz, hogy a nőket bántják benne, tehát ez egy nagyon össze. Még nagyobb bűntudatot tud, ö, 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 meg érzetet tud kiváltani. a férfiaknál, hogyha azt mondjuk, hogy 90 százalék. Tehát, bűn ez bűn most a 90 ez nem függőt jelent ilyen értelemben, azért egy egy, hanem, 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 egy lát, ami már a veszélyt hordozza, hordozhatja magában. Igen, viszont ö, olvastam most ilyet, hogy a ö, férfiak 86 a heti egyszer ö, a pornót néz, az, az, az azt gondolom, is, hogy, hogy... hogy. És a maradék 14 meg nem internet előfizető. Vagy, Vaj, vagy nem vallja be, de most, most, bocsánat, é, nem akarok pecsétlenül, mert erre nincs statisztikai adat. Én még egy dolgot behoznék az okok előtt, az, hogy a keresztény családokban ráadásul uh, talán ez így kellemetlen, meg szégyen is. Már az is, hogy erről valaki egyáltalán beszéljen, vagy feltárja azt, hogy ilyen jellegű problémákkal küzd. Miközben a statisztikákat mm. meg mm. látjuk, illetve azért a tanácsadói is. Lelkészek beszámolói szerint is ö, rengeteg, és akkor tehát, hogy szinte, tehát tömegeket, az egyházon belül is tömegeket, egyházakon belül, tehát a keresztény világon belül is tömegeket érintő probléma ez, hogy ö, hogyan lehet azt viszont szerintetek megoldani, hogy ez ne legyen tabu, meg ne legyen szégyen, hanem őszintén lehessen beszélni arról, hogy ez egy probléma, ez egy kihívás, és arra aztán megfelelő válaszokat lehessen adni. Például ilyen beszélgetések kezdeményezésével, amiért hálás vagyok nektek, mert azt tapasztalom, hogy ha beszélünk róla, akkor megmutatjuk azt, hogy ez egy létező probléma, és én az élet más területein is arra vágyom, hogy keresztények, transzparensek tudjunk lenni egymás előtt. Ne az Instagram ö, mutatta családot uh -huh. mutassuk, hogy nálunk minden tökéletes. A házasság, a gyereknevelés, a szexualitás, a hitélet az Isten kapcsolat területén legyünk egymás előtt transzparensek, és, és tudjuk azt megosztani, hogy igen, amiről ti is beszéltek, a, a szex az nem működik így, keresztényeknél sem. Ne, minket is ugyanúgy elérnek a kísértések, és ezért szoktam mondani a szülőknek, hogy a ti gyerekeitek is találkozni fognak pornóval. Nem nem fogja őket elkerülni. Lehet, hogy Isten kegyelme, hogy ők lesznek a tízből az az egy fiú, aki nem találkozik 18 éves koráig pornóval, de az a kisebb valószínűségű. hogy készüljünk fel rá, és, és mi szülők tegyük meg azt a szívességet a gyerekeinknek, hogy mi beszélünk velük először a szexről, mert tőlünk kapták az életet, mi vagyunk felelősek van, az ő életükért, mi beszéljünk erről velük. Ugye az egy nagyon nagy kihívás szerintem, hogy a szülő hogyan beszél, mert a a szexualitást egy ilyen, vagy a szexuális bűnöket ö, hangsúlyozza, és a szexet egy ilyen nagyon mocskos dologként mutatja be, akkor jönnek a szexuális zavarok, mm -hmm. amiről szintén egy korábbi adásban beszéltünk. Ha a pornográfiát egy ö, mocskos, súlyos bűnként mutatja be, és nyilván az, de hogyha ezt így állalja a gyermeknek, akkor ott már alapból van egy szégyen, egy, egy nehézség. Mm. Tehát, hogy egy kicsit talán az, hogy egy, egy szülő. A ja, másik még, hogy amit hallok sokszor, hogy a gyermek mondjuk oda megy a szülőhöz, elmondja, hogy ezt látta, ez történt, és a szülő omlik össze, mm. és azt mondja, hogy óriási Igen. tragédia történt, lehet, hogy a gyerekem elvesztette az üdvösségét, mm. stb. Mm. Tehát, hogy, hogy így egy kicsit talán érdemes lenne lehet a szülőknek is tanácsokat adni, hogy ők hogy viselkedjenek, ha ilyen helyzetbe kerülnek. Az biztos, hogy, hogy, hogy a segítségnyújtás az nem vádlással kezdődik, meg nem, nem megszégyenítéssel, meg, meg nyilván, hogyha a szülő kétségbe esik, akkor a, a ebből, ebből fog nem, nem, egy segítséget fog megragadni, esetleg a szégyenérzete, félelme növekszik, hogy önvádlás, önkároztatás alá kerül, ő esetleg arra a döntésre jut, hogy akkor szülőkkel erről nem lehet beszélni, mert abból nagyon, nagyon rossz atmoszféra lesz akkor a, 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 a családban. Tehát nekem nagyon tetszik az a megközelítés, megfogalmazás, amikor a a, 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 bibliai igazságokról is, és a bibliai hivatkozások is nem törvényközpontúak, hanem arról szólnak, hogy Istennek vannak útmutatásai az életünkkel kapcsolatban, ami azt szolgálja, hogy minél teljesebb és védelem alatt életet élhessünk. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy törvény, 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 és nincs magyarázat, nincs mögötte az a tartalom, ami egyébként Isten személyében, akaratában benne van, hogy ő alkotott, ő teremtett, adott szabadságot és adott útmutatást, hogy hogy, hogy védelem alatt legyünk és teljesen ha egy ilyen szemléletben gondolkodik és kommunikál egy szülő a gyerekével akkor az ilyen nehéz pontokon is de legyen az akár egy más is akkor vagy drog vagy bármilyen kérdésben, mm. ilyen módon kommunikál akkor, akkor úgy az Istennel való kapcsolat is mint a helyzet a konkrét helyzetben a valódi megoldások felé lehet vezetni a, a gyereket, és akkor még mindig egy picit általánosan ö, 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 fogalmazunk, de itt az okok ha visszatérhetnék egy kicsit, hogy mi vezet valakit a követése tartalom követésére. Egy, parancsolj, egy, egy parancsolj. dolgot a szülőkhöz, hogyha megengeditek, hogy azt gondolom, hogy sok szülőnek azért lehet nehéz a szexualitásról, a szexről, pornóról beszélni a gyerekével, mert valamilyen szinten ő maga is érintett vagy sérült. Igen, ez Tehát, is fel, hogy igen. Először mindig saját magunkkal kell foglalkozni nekem. Nekem hol vannak a sérüléseim? Az én férjem, feleségem pornófüggő. Akkor mit mondjak a, a gyerekemnek, hogy ne nézze, ha, ha apa is nézi? Vagy, vagy hogy beszéljek a fiammal, ha én is érintett vagyok? Tehát először a saját sérüléseinkkel, a saját házasságunkkal kell foglalkoznunk, és ha mi csak arra tudjuk elvezetni a gyerekeinket egyébként az élet más területein is, ahova mi eljutottunk, haragkezelésbe, hiába mondom, hogy ne ordítozzál, hogyha én ezt ordítva mondom, és hogy a, a, a szexről is, hogyha. Tudunk úgy beszélni, hogy az azt mi magunk ajándékként éljük meg. Mi magunk úgy vagyunk vele, hogy az Isten erre alkotott, ez valami különlegeset mutat meg abból, hogy Krisztus és az egyház hogy van, és, és mi ezt éljük meg apával otthon. És hogy az Isten sokkal többet adott neked, mint a pornó, és igen, nagyon vonzó. És okay. igen, igen baromi jól néznek ki azok a csajokot, de hidd el, hogy tönkretesz. És ugye idősebbek le, lehet arról beszélni, hogy hogy figyelj, ha, ha ki akarsz elégíteni egy, egy lányt úgy igazán az ágyban, vagy, vagy megelégedett szexuális életet akarsz magadnak, ha jót akarsz magadnak, akkor nem nézed, mert tudjuk azt, hogy azoknak a legjobb a szexuális élete, akik nem néznek pornót, akik nem tömik tele a fejüket más, másoknak a, a képeivel. Igen. Ez használ. Én Amikor azt gondolom, mond... hogy lehet, hogy nem tartja vissza attól, hogy kipróbálja vagy megnézze, de ott lesz, ott lesz neki, mint egy, mint egy, egy csomag. Meg, ha már az az infót van, hogy ez nem a valóság? Ez nem a valóság, és, és tudom, hogy vonzó. És figyelj, egyébként nagyon sok 20 éves srác képtelen az erekcióra a pornó miatt. És akkor ez már azért világiakat is visszafordít, ha, hogy ha a barátnőjét, most nem is házasságról beszélünk, a, a barátnőjével nem képes ö, ö, erekcióra, pornóra meg minden működik. Itt szoktak világi srácok felelni, hogy na jó, itt most belekezdek mm. valami nofap-be, mm. ez azt jelenti, hogy lemondok a pornóra való önkielégítésről, és ez ilyen módon gyógyítható. Tehát... Mm. Ezt hát az tudjuk. egyik eszköz mindenképpen az, hogy a, a negatív következményekre és eddig arról, vagy eddig arról beszéltünk, vagy arról már beszéltünk, e. hogy hogy mennyire nem valóságos, amit mutat a pornó. Beszéltünk arról, hogy hogy, hogy ö, ö, nem is tudom milyen százalékot mondtál, hogy mennyi agresszivitás van ö, 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 agresszív, agresszív ö, és ez ez miért nem, ö, részben nem felel meg a valóságnak, részben pedig egy nagy rossz beállítódást ö, 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 alakít ki, és, és, és ehhez kapcsoljuk azt, amit most is mondtál, hogy hogy milyen rombolást okoz a, 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 az agyban, a lélekben, mm. a, az önértékelésben a, és a fizikai alkalmasságban is, hogy hogy a test nem fog úgy működni, tehát amit használnak, az tárgy lesz. Viszont Mert, akkor itt hoznám be az okokat, az okok, és ide hát, csak, mondani... csak Még az okok előtt, csak ne felejtsd el, amit akartál, csak az okok előtt még egy dolog eszembe a hogy beszéltünk arról, mi van akkor, ha érintett a szülő. De mi van akkor, hogyha a tudatlanság miatt nem akar beszélni? a gyerekkel, mert hogy ő nem olyan sok minden tud, erről nincs is információja, és akkor hogy kezdjen bele valami olyanba, hogy egy szakkönyvbe olvastam, ezt hallottam, de hogy igazából nem nagyon, mint hogyha azt érezni, hogy nincsen amit, nincsen olyan információ, amivel segítse a gyereket. Hát kell tájékozódni uh -huh. és tanulni. Nincs mesélő. Nincs <laughs> kell. De, de, de ö, 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 uh -huh. kell tájékozódni. Tehát ez azért azt gondolom, hogy ha egy kicsit is nyitott a szeme valakinek, uh -huh. akkor látnia kell, hogy ez Igen. milyen milyen súlyú és milyen, milyen ö, nagy probléma. Én annyit még, most, hogy ö, visszautaltál, még, még hozzátennék az, amit Ani is mondott, hogy hogy ö, nagyon fontos, hogy a szülő magával is foglalkozom, helyre tegye magában. Hogy, és itt ez, ez is egy. Akár milyen problémával állunk szembe, bármilyen területen, megvizsgálom, hogy mi vezetett oda. Egyáltalán minősítsem, hogy ez most baj vagy nem baj. Nyilván azért rejtegeti, azért szégyeli, mert érzi, hogy ez valahol nincs a helyén. Most a felnőttre mondom, mi vezetett oda, és mit tehe, mik a gyümölcsei, és mi, mit, mit tehetek. Tehát ezt is végül lehet gondolni. Én, te hangsúlyozta, hogy először én annyit tennék hozzá, hogy párhuzamosan. Tehát ha arra vár egy szülő, hogy mikor lesz ő szabad, mm, és akkor lesz hiteles, hiteles a gyerek, előtt, akkor lehet, hogy egy kicsi időt veszítünk, de ez, ez abszolút aláhúzza, amit mondasz, hogyha magával nem foglalkozik, Igen. és csak tiltott táblákat helyez el, Igen vagy tanít, ö, ö, szokták mondani ugye, hogy ö, vizet iszik. Prédikál. Vizet prédikál, bort, 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 bort iszik, vizet prédikál, tehát az, az, az hitetelen lesz, Ilyen. akár titokba csinálja, akár nem, Ilyen. és ez mindenkire igaz, de így ezt, ezt, ezt mellé helyezném, hogy párhuzamosan, hogy keresni Ilyen. egyszerre, amit mondtál is, hogy hogy tudok segíteni, és magamon is Ilyen. dolgozni, hogy ez a hitelesség, ez így... így így a helyén legyen, és, és már akkor tudjon kapni segítséget. Tehát kell tájékozni, tehát ha valaki erről nem vesz tudomást, gyakran pici zárója, nem akarok messzire menni ebben, de, de egyetlen egy probléma kapcsán sem jó döntés az, hogyha valaki vagy homokba dugja a fejét, uh -huh. vagy, vagy konfliktus kerülő. Mert abból aztán tényleg nagyon nagy tragédiák lesznek. Így elkezdtük sorolni, hogy milyen problémák lehetnek itt. Több elhangzott, de, de egyszerűen elveszíti a szexuális örömre való képességét, hogyha, hogyha egy ilyen függőség kialakul, hogy pornó és önkielégítés. hogy az önkielégítésről beszéltünk árnyaltan. Hát itt ebben a vonatkozásban azt húzzuk alá, hogy, hogy akkor, amikor valakinek ez a megkönnyebbülés, örömszerzés, kielégülésnek a, a, a szokásá, válik, akkor folyamatosan öli ki magából azt a képességet, hogy egy másik emberrel olyan kapcsolatot építsen, aminek az értéke, a szépsége, a védelme és az ott megnyerhető csodája Istennek a szexuális közösségben arra való képesség és alkalmaság nagyon-nagyon sérül. Azt mondtam, hogy lehet, hogy erősebben fogalmaztam, hogy képtelené válik. hiszek abban, hogy hogyha valaki hoz egy és hogy uh -huh. változtatni akar, akkor Isten, Isten kegyelméből gyógyulni. és segítséggel is lehet gyógyulni, uh -huh. de minél jobban belemegy az ember, annál komolyabb munkát igényel. Tehát azt mondják a terapeuták, hogy, hogy egy olyan két éves munka is lehet, mert nyilatkozatában, vagy ugye szexuálpszichológus, aki, aki, kert, jön hozzánk, aki fog jönni majd egy hozzánk, igen, <síns> igen hogy talán ő, 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 az egyik webináriumban mondta ezt, hogy, hogy ez, ez egy, egy, kemény munka, és, 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 milyen időt is igényelhet. És a, ahogy említetted, hogy hogy ugye az önkielégítésről lehet és kell árnyaltan beszélni, mm. az kicsit egy ilyen szürkébb zóna. A, azt szoktam mondani, a pornó az egy nógó, no az, az, okay. az, az, Az soha nem oké. Az Tehát az nincs olyan, amikor amikor az úgy jó, vagy vagy, vagy vagy belefér, vagy akár pozitív hatásokkal bír. Az az teljesen egyértelmű. Abszolút. abszolút. A, az okokra rákanyarodva, akkor, és nem büsz, de most így dur bele a közepébe megyek, csak hogy mindig mondjátok, hogy mert aki a pornót néz Nál nagyon fennáll kockázata, hogy majd nem fogja tudni kielégíteni mm -hmm. a partnerét, Csak én egy kicsit azt tapasztalom, akár a saját generációmban is, és én most itt elsősorban a mm -hmm. fiúkról tudok beszámolni, hogy el is engedik ezt a témát. Tehát, hogy sokkal könnyebb a pornón keresztül ö, egy ilyen instant gyors mm -hmm. örömöt szerezni, és már nem is vágynak arra, hogy legyen egy valódi mm -hmm. húsvér partnerük, akivel beszélgetni kell, akivel foglalkozni kell. Mm -hmm. ö, ez, ez is az okok közé tartozik? Hogy miért nézi? Igen, igen. Hát igen, ugye a, a pornó az egy instant öröm. Igen. Ott akkor, amikor akarom, amennyit akarom, ahogy akarom, megkeresem azt a, azt a modellt, azt a pószt, ami nekem éppen most a legjobban fekszik. Ugye nincs negatív visszajelzés, nem mondja senki, hogy drágám léci most meg a fogadat, vagy most ne, mm. vagy most fáj a fejem, vagy a gyerekek miatt mm. most nem alkalmas. És és éppen ezért, ahogy mondod, egyedülállókat visszatarthat mondjuk az ismerkedéstől, egyrészt a szégyen miatt, mert olyan ember még nem élt a Földön, aki pornót néz és... és nem éli meg a szégyent nyilván, ha valami hmm. súlyos pszichiátriai forkék van, akkor előfordul, hmm. de egészséges embernél. Tehát hívők, nem hívők egyaránt. Ez nagyon döbbenetes nekem, hogy a szégyen az, az bekapcsol. Tehát nem azzal mennek be a kapcsolatba, hogy én pornót nézek. Azért az a tudás ott van, hogy, hogy, hogy ez ezt valami... két ember között kéne megélni, és én ezt nem élem. Meg, hogy ez, ez valahogy azért büszkeséggel nem tölti el az embert, Igen. hogy én, Igen. Én, 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 én pornót nézek, Ö, ez az egyik dolog. Uh, és uh, igen, most elfejtettem a <laughs> dolgység <Bocs>. gondolatomat, <laughs> nem? Ö, semmi gond, akkor itt mondtam, vágjunk. Igen. A, tehát, hogy Azt a, Tommy, az, az instant kielégülés, Igen, és, nagyon, és, nagyon sok fiatal nem a... akar párkapcsolatot Ja, Igen, igen. oké, okay, akkor Akkor itt tapsolok. A... <laughs> és uh, a házasságban pedig egy olyan hatása lehet, hogy ha valaki megszokta azt, hogy pornóra önkielégít, akkor hiába van ott a gyönyörű, szép felesége, akivel adott esetben tényleg jó a szexuális élete, valahogy mégiscsak szükség van egy másfajta másfajta stimulációra is, hogy nagyon érdekes igen. számomra, hogy nem csak szex függőségről van szó, hanem internet függőségről is. Tehát, hogy a pornó, képernyő, képernyő igen, tehát pixelekhez köt, a kereséshez, a sok, sok ablak egyszerre, egészen máshoz szoktat hozzá, akár ugye dopaminon keresztül is, mint mint az igazi húsvéremberrel való szexuális együttlét. Meg ebben benne van a, a, az a, titok, nem? Tehát, hogy hogy én ezt rejtve csinálom, és hmm. van valami titkom, ami a csak az, az enyém, az, az szintén egy ilyen a lebukástól való félelem, ezek ilyen vonzó dolgok lehetnek, Igen. nem? Hát nagyon érdekes, hogy kettősen jelenik meg, mert a, a, ott, van a, ott van a titok, de azért ezt inkább maga a titok miatt ezt Hát én nem tudom, de nem egy kérdés van ezzel kapcsolatban, mm. amit mondasz. Inkább ö, ö, én erősebbnek látom a, a kényelmességet, a, 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 amit az a Ani mondott, hogy, hogy, hogy úgy szolgálja ki magát, ahogy nem kell mással egyeztetnie, nem kell mással kommunikálnia, de ott van a szégyen. Ott van a, 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 egy, egy rossz, rossz érzés utána. Valahol azért ott van, a, én úgy látom, hogy ott van a, a, a képernyő, én az most nem szószoros értelmében mondom, hogy, hogy, hogy ez nem egy húsfér emberrel, mm. hanem pixelekkel Éli, éli, éli ö, 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 meg. Ö, ha az okokat nézzük, ö, most ehhez kapcsolódva, amit te mondtál, az instant ö, kielégülés ö, kereséséhez, hogy hogy azt a macerát bevállalni, hogy egy kapcsolatot építek, hogy odafigyelek a másikra, hogy harmonizálnom. Mm -hmm. é, ö, tehát ez, az feladat, hogy harmonizáljuk, a, időzítsük a, 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 a folyamatokat, és ilyen, ilyen módon bánjunk egymással, figyelembe vegyük az aktuális lelki állapotát a, a, fizikai állapotát, stb. Tehát ez, ez munkát igényel. De itt, ha, ha egy néhány szempontot mondhatnék így a, a, az, az, okokról, lehet, hogy hogy kicsit visszafelé fejteném, hogy mindenféle problémánál nem csak ennél fontos, hogy lássuk azt, hogy mi lenne az optimális. És van, amikor hiányzik a pozitív kép, hogy ennek mi az a... És itt hoznám be azt a titkot, mm. ami nem a bűnnek a titka, mm -hmm. hanem a, az egy, egy másik aspektusból kitérhetnénk rá ja. a megcsalások, meg mindez szóval egy, egy másik mm. aspektusból, de hogy, hogy nincs egy olyan pozitív kép, az, hogy az hogy lehet jó, hogy lehet olyan, ami semmivel nem pótolható. Mm. Tehát az, akit én szeretek, akit ki, ő, kiválasztottuk egymást, egy mm. zárt intimitás közösség, amit a, 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 a védőgyűrű kapcsán mm. beszéltünk a szexualitásról a nyolcadik adásban, hogy, hogy ott van, a, ott van az, a, az, a, az a kiválasztott személyes közösség, az a az, a, az a az elkötelezettség, az a letett élet, az a védelem, az a, egy olyan gyűrűben, ahol megélni az érintéseket teljesen más, mint egy elkötelezetlen kapcsolatban, mint a a hát pornófok ezeket el. az érzelmeket ölik Aztán, ki. És nincs igen, is benne. Igen, de ő ő, ő ő, hogy, hogy, hogyha nincs látás arról, hogy ez milyen pluszt adhat, mm. egyáltalán igen. csak, még nem megélve valakinél, de, de hogy létezik ilyen, és ez nem csak egy-egy embernek a privilégiuma, hanem ez egy megragadható, elérhető valóság, hogy ez a látás hiányzik, akkor egy kicsit a miért hiányzik, hogy miért igen. érdemes másképp. De ez... ez ezt, ezt helyezném így fölülre, hogyha nincs látás, akkor miért tegyek erőfeszítést, miért gondoljam végig? A gyökérokok azok a fájdalmasabbak sokszor, ö, ö, sokféle seb ö, lehet a lélekben, ami ebbe az irányba ö, ö, fordít, és itt ö, itt az egyik ilyen csoport lehet az alapszükségeknek a betöltetlensége, ezt már más, más aspektusokból is beszéltünk, hogy az, akinél hiányzik az ő személynek az elfogadása, ö, 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 nem kapott ö, ö, szeretetet, nincs egészsége, kötődés ö, a, ö, nem tapasztalt meg, ami a személyiségfejlődése során szükségen elvet, esetleg kifejezetten elvetettséget, elutasítást élel, Tehát az önbecsülés, önértékelés, önkép ehhez kapcsolódóan a testképe olyan sérült orz lehet, hogy ő nem, nem ö, 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 gondolkodik, vagy nem, nem feltételezi azt, hogy ő egy egészséges kapcsolatot ö, építhetne, illetve a másik nemről való gondolkodás is a szocializáció során alakul, formálódik. És akkor lehet, hogy a szülők nem beszélnek a szexről, de ahogyan bánnak akár ők egymással, akár látják a, a férfiak férfiakról, nőkről kialakul egy kép, hogyha ez torz, ez megint nem abba az irányba fordít, hogy, hogy egy ilyen teljes közösségre hogy készülhetnék föl lelki-szellemi testi szempontból. Tehát ezek a sebek, ezek olyan önelvetés, önutálat, ehhez kapcsolódó félelmek, aggodalmak, reménytelenségek, tehát olyan gyökérokok lehetnek, ami miatt ott jön a titok, hogy akkor bezárkózom, senkinek nem kell elszámolnom azzal, hogy mit csinálok, és ott nem kerül mérlegre is egy gyors feszültségoldás fizikailag is, lelkileg is, mert itt ugye a szexuális bete, hát szó talán nem is mondom, a szexuális kielégülés, hogyha csak a fizikai folyamatra gondolok, akkor annak van egy fiziológiai felszabadító hatása is átmenetileg. De azért nézzük meg, hogyha ezeket a gyökérokokat mm -hmm. nézzük, akkor nem valódi megoldás születik arra, nem valódi és hatékony kezelési mód arra, hogy mit kezdjek a, az önértékelésem, a szeretet hiányom kezelésével, ami, ami engem sebbzett, sebzett, alkalmatlan, bizonytalan, reménytelen, frusztrált állapotban tart. Tehát meg tud nyílni ez a kap nem kell egyeztetnem, nem kell elszámolnom, csinálhatom titokban, és erre rááll. De itt a, a, a veszélyek, amiket már többször itt ilyen olyan kérdésetek mentén is, Anis több ilyet mondott, hogy ha azt nem kerül képbe, hogy milyen veszélye van, hogy rombolja tovább az önértékelést, tovább a, és nem csak azért, mert szégyellem, mert másmit gondol, hanem mert ez benne van, hogy ez nem, ennek nem ez a helye. Ehhez én több területen látom azt, hogy még hívőnek se kell, vagy nem biztos, hogy valaki ismeri a Bibliát, vagy nem hívő ember. De benne van, hát így alkotott Isten bennünket, hogy, hogy egy, egy diszkomfort érzést, egy kellemetlen érzést, egy rossz érzést okoz, hogyha nem úgy mozgunk, úgy élünk, ami Isten teremtési akaratával harmóniában van. Tehát nem érzi jól magát az a pornofüggő, aki csak így éli meg a, 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 szexuális életét. Az, lehet, hogy azt gondolja, hogy, hogy hát nem tudom, neki ez jutott, vagy most ez van, de az a teljes elégedettség, amit egy elkötelezett mm. kapcsolatban megélt szexuális élményt, azt ő nem tudja megtapasztalni. Én érdekes, amit mondasz, hogy abszolút egy ilyen lefelévelő, ilyen negatív mm -hmm. spirálja, elkezdődik valami az rossz, és nem. annyira rossz, hogy így egyre mélyebben, mint hogyha a be az ember. És azért is, mert hogy ciklikusság Gott mutat a függőség, minden függőség, de ez is, hogy, hogy ugye, amit, amit, Mónika mondott, hogy, hogy nem szűnik meg a, a, a fájdalom, a trigger, ami kiváltotta azt, hogy, hogy pornót kell nézni, és, és a, a, ciklikuság az azt mutatja, hogy van a fájdalom, a, a trigger, vagy valamilyen trigger, ez lehet éjség, fáradtság, unalom, stressz, amit már megszokott az ember, hogy, hogy erre szoktam én használni a pornót, és akkor Pornóra önkielégít, megvan az ideiglenes jó hatása, vagy kellemes, utána mindig jönnek a negatív következmények, ennek kapcsán a szégyen, ami újra beletaszít abba az érzelmi hiányba. Igen, és, így és van, éppen, így van. éppen itt van az, hogy hogy millió oka lehet, de aztán ilyen önálló életre kell a függőség, mm. és azt tudjuk, hogy például a... Ördögi kör lesz Igen. Igen. Ugye hiába mondjuk egy függőnek, hogy akarjad már jobban, akarjál már megszabadulni, nem tud, nem mm. képes rá, mert itt van egy ilyen prefrontális kortexnek nevezett homloklebeny, mm. aminek a struktúrája is megváltozik a függőségek hatására, és többek közt ez a része felel az agynak az akarásért. És egyszerűen el, mivel csökken az a rész, struktúrailag is, képtelen jobban akarni, nem, nem, nem tud akarni kimászni a függőségéből. Csak így, a más függőségekhez képest ez mennyiben különbözik? Mert azon gondolkodtam, hogy ha valaki például alkohol függő, és akkor részeg után a mm. másnapos, az az egy hosszantartó folyamat. A kábítószernél ugye látjuk, hogy negatív következmények vannak. Látszólag a pornó az olyan, hogy egyrészt szerintem sokkal gyakoribb uh -huh. már, kín... igen. tehát nyilván nehéz, igen, de igen. és meg, meg azért összességében talán több benne a pozitívum, mint az, hogy valaki hányásig issza magát. Ö... Ez azt is jelenti, hogy a pornográfiából sokkal nehezebb kijönni, kitörni. Erre statisztikai adatom nekem nincsen, de el tudom képzelni, tehát ahogy hogy felteszed ezt a kérdést, hogy, hogy el tudom képzelni, hogy, hogy nem rögtön jelentkezik az a fizikális Igen. rombolás Igen, a testben, abszolút. mint amit mondjuk egy, egy rosszul létnél átél egy alkoholista vagy egy, 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 egy droghasználó. Tehát lehet, hogy a következményei nem azonnal ilyen súlya legalábbis nem azonnal jelennek meg. Azzal együtt az, amit Ani is mondott, hogy valahol a, a, a fizikális kielőgülés után arról számolnak be azok, akik, akik ezzel küzdködnek, hogy elég hamar megjelenik a szégyen, és egy még erőteljesebb ö, önértékelési, ö, 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 nem is tudom, minek nevezem, egy egy, egy, egy rombolás hm. ö, 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 teher még jobban épül le ezen a területen. Tehát ennek azért van egy ilyen érzelmi szinten, hm. ennek az azokra, szinten. hogy a vágya nem megfelelően lett be töltve, tehát hogy kielégült ugyan, de az nem a százszázalékos vagy a, a, az igazi kielégülés, hanem egy ilyen mű dolog az is. Tehát hogy lehet hogy testére És kielégül, de érzelmileg viszont nem amit egyébként a házasság Mert, mert, mert valahogy nem. érzi, hogy valaki mást néztem szex közben. Egyedül hm. csináltam, nem. Ez nem, nem egy olyan dolog ami ami amihez nekem bármit fel kellett volna mutatnom, tehát nem... De azt, azt is mondják, és most ez is eszembe jutott, hogy, hogy azért nem szeretjük a magányosságot. Mint olyat. Tehát a magány nem így vagyunk teremtve. Különbözőek vagyunk, hogy mennyire szeretünk intenzív, aktív közösségi életet élni, vagy esetleg kevésbé, de teljesen a magányosságot nem szeretjük. pedig ez, ha valami, akkor ez egy nagyon-nagyon-nagyon magányos Igen. állapot, és akkor, amikor ott van a szexuális kielégülés, és mégiscsak kinyitja a szemét és egyedül, magában, nem mással, nem más. De ez a magány, ez egy nagyon fájdalmas dolog és akkor lehet, hogy ez megint fölpörgeti ezt a kört, hogy magányos vagyok, tehát ezt az ördög, magányos vagyok, akkor e, 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 szomorú vagyok emiatt, e, mit tegyek, e, e, mi az, ami gyorsan tudja oldani ezt, e, akkor nézi a pornót, utána önkielégítés, és akkor megint forog ez, a, ez a, a kör. Itt ezen a ponton is hogy jó szívvel tudnám ajánlani az Arivéra blogot mindenkinek, ezzel a témával foglalkozik, és, és nagyon sok kérdés így, így ö, 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 körül a, bejegyzésekkel, meg, meg tehát konkrét tanácsokat is tud adni, így ezt a leírást én most onnan vettem, de emellett még vannak, ö, vannak olyan felületek, ö, legyen ez a reklám helye, az egy testé, az egy testé podcast. Pod podcast. is, ami, ami, segítséget nyújtott azoknak, akik esetleg nehezebben szállják rá magukat, hogy segítséget kérjenek, amire szintén szerintem érdemes majd kitérnünk, hogy van a Fontos fontos segítséget kérni, mert van, ami egyedül ö, ö, nehezen vagy, vagy nem megy. De de ez az ördögi kör is, most csak visszatérve az alapkérdéshez, hogy a magányt nem szeretjük. Igen. Tehát a magánynak azt a, a, a magányt nem szeretjük. És ha valamikor nagyon intenzíven átélhetjük a magányt, az egy olyan szexuális élvezet átélése, ami nem erre van. Kitalálva. És azért csak ott vannak azok a filmek, vagy azok a jelenetek, még a pornóban is, hogy nem maga. Jó, van önkielégítő pornó is, de, de a pornóban is azért csak ketten vannak. Az, hogy, hogy hogy rakták össze, hogy válogatták el, megint ez egy másik kérdés, de ott is egy férfi és nő van. Az, aki önmagát, ő egyedül néz pornót, és önmagát elégíti ki, annak még ilyen partnere sincsen. Magány akik az egyházakat és a kereszténységet ilyen degradáló módon mm. illetik. Ebben gyakran mondják, hogy mert a vallásos <coughs> hiedelmek szerint az önkielégítés vakságot okoz, a pornó pedig butít, <laughs> ugye ilyenekkel szokták az egyházakat általában vádolni. De az engem tényleg érdekelne, hogy lehetnek-e a pornónak negatív mentális következményei. Abszolút. <laughs> Tehát A, <laughs> a, a Depresszió az egy teljesen egyértelmű következmény, az elmagányosodás, az, hogy szociális készségeiben visszafejlődik. Tehát aki, aki elhatározza, hogy szakít a pornóval, az beszámol arról, hogy kilenc hónap elteltével egyszerűen könnyebben meg tud szólítani nőket, Igen. vagy magabiztosabb. Igen. Magabiztosabban oda tud menni, és, és kapcsolatot kezdeményezni. Ugye az akaraterő csökken. Ez, ez, amit, amit említettem a homloklebenynek. Egyszerűen öm, Képalkotókkal meg tudják nézni a függő agyát, és az a, az a nagyon jó hír, hogy az agyunk az plastikus, és tud gyógyulni. Igen, Tehát, Igen, hogyha Igen. pusztán azt nézzük, hogy Isten hogy alkotta meg a szerveinket, tud, tud a, a dopamin jutalmazó rendszer is, is meggyógyulni. Tehát egyszerűen ö, több és több világi szervezet, vagy világi influencer, ö, Áll ki a pornó ellen, annak ellenére, hogy a mainstream még mindig az, hogy menő dolog, és hogy abszolút nincs hatással a, a testi-lelki egészségünkre. Ugye ez a, ez a pornó indukálta erekciós zavar, ez is egy, egy korkép Korábban Igen. csak az 50 pluszos férfiakat érintette az erekciós zavar. Örögedési. Igen, Igen. Ami, aminek megvoltak a testi okai, most viszont fiatalok. Ö, Egyenes arányban azzal, hogy mennyi online pornót néztek az évek alatt, meg, meg tudják nézni azt, hogy hogy milyen gyorsan vagy lassan áll helyre ez a, ez De a helyre áll? Helyre áll, Igen, és az egyetlen gyógymódja az, hogy felhagynak. És ez, ez csodálatos hír szerintem. Mennyire marad meg az embereknek a fejében? Mert ugye ez egy szintén nagy kérdés lehet, hogy azok a képek, amik mm. így be. Azon gondolkodtam, amikor beszéltetek, hogyha mm. 7-10 évesen kezdenek el pornót fogyasztani a fiatalok, és mondjuk. Keresztényekről beszélünk, mondjuk 18-20 éves korukban kezdenek el nemi életet élni, vagy még később. Vagy sokra. még később, ilyen. akkor akár eltehet 10-15-20 év is, hogy, hogy ilyen képekkel naponta bombázzák szét az agyukat, és ahogy te mondtad, lehet, hogy egy nap alatt több ilyen képet látnak, mint ez a nagyszüleik, hogy, hogy ehhez mennyi idő kell, amíg ezt kitisztul a fejükből. Hát én arra tudok hagyatkozni, amit részben egy ö, ö, szolgálti tapasztalat, részben, részben ezzel kapcsolatos ö, 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 szakembereknek a, a, a statisztikái, hogy Kell egy, tehát egy nagy odaszállás, kemény munka, ennek is megvannak a maga lépcsőfokai. Van olyan pont, amikor segítő nélkül ez nagyon-nagyon nehéz, mm. tehát egy támogató most, akár közvetlen támogató közeg, illetve bizonyos pontokon szakmai segítségre is szükség van így lépésről lépésre, hogy hogy lehet ebből kijönni. Ugye említettem már, hogy, hogy így a, a, a személyes tényezőktől nagyon sok minden függ, de <coughs> mondjuk tapolyaim, ezt a, a két éves, körülbelül két, éves periódus, vagy időszakot mondta, és ez, ez végig munkával. Tehát nagy, nagy, azért, azért feltételezem, meg a személyes tapasztalataim azt mutatják, hogy bármelyik területén az életünknek az odaszánás egy változásra, és a szabadság és a, biztonság azért a között van egy idő, amíg ez, ez felépül, erőfeszítését igénye, hogy, hogy ellenálljon az ember, hogy ezt kiváltsa, Egyáltalán a gondolkodásmódját megújítsa az is folyamat, hogy hogy ezeket a, a kiváltó stressz, nehéz helyzet, ami belesodor egy önjutalmazó folyamatba, ez más stratégiákkal kezelje ezeket a stresszeket, kihívásokat, ennek a, 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 a tanulása, ennek a, a személyes életvezetésbe való beépítése, tehát időt igényel, és ugye elhangzott már a két év, de az egyéni helyzetektől ö, részben az alapállapot, amiben, tehát mit hozott magát, milyen örökséget hozott magával ezen a területen, ez is egy külön kérdés is lehet akár, <coughs> illetve milyen hatások érik, ettől függhet az, hogy mennyi időt igényel. Itt azért a, a, a kizárólag tudományos vagy szakmai tapasztalatok mellett azért elmondhatjuk azt, hogy Isten kegyelmére mm. nagyon rá hagyatkozhatunk, nem a saját munkavégzés ebben a, a helyreállásban hol szükséges munka megsporlásával, de Istennek a kegyelme nagy, és amíg élünk, amíg levegőt tudunk venni, addig van lehetőségünk arra, hogy hozzunk olyan döntéseket, hogy belátjuk valamiről, hogy az rossz, hozunk egy döntést, és elkezdünk lépéseket tenni, és nem egy pillanat alatt robban be a, a pornó felé való, vagy ugyanúgy ennek a, a folyamatnak, hogyha a lépéseit végignézzük, hogy hogy el odáig valaki, hogy aztán leülés egy ilyenzetbe kerül, hogyan lehet olyan stratégiákat felépíteni, hogy ez a sodrás, ez ne vigye. A, esetleg már nem is kíván, nem is ö, 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 akart ö, 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 helyzetig, amikor bekapcsolja azt a pornó tartalmat és önkielégítést végez. Tehát hogyan lehet korábban fékeket, váltókat behelyezni ebbe a folyamatba, hogy az a magány, az a szomorúság, az a stressz, az a nehézség, az a feldolgozatlan gyerekkori trauma az ne egy ilyen önjutalmazásba fusson ki, hanem a fékeket elhelyezni, hogy hogyan lehet ezt megállítani, illetve valódi segítséget, a probléma természetének megfelelő forrásnak megfelelő valódi segítséget. Élni, hogy felépüljön egy olyan önkép, egy olyan testkép, egy olyan gondolkodásmód a másik nemről, egy olyan gondolkodásmód a szexualitásról, ami azt a vágyat erősíti már, hogy hogy tudom én ezt elérni, hogy tudom ezt birtokba venni, és és az a tapasztalat, hogy ez elkezdi kiszorítani azokat a fantáziákat, amik a valóságban nem megélt, vagy frusztráltan megélt élethelyzetekből fantáziavilágba emelne át, ha a valóság, valóságos, értékes kapcsolatokhoz szükséges készségeket, gondolkodásmódot, szemléletet építi az ember, kiszorul a fantáziáknak ez az ereje, ez a befolyása, ez a sodrása. De munka nyilván következetésekre van szükség, és itt sokan elmondják azt is, hogy, hogy ne bátortalanodjon el senki, hogyha mm -hmm. esetleg visszacsúszott, mert az a szándék, ami a szívben megszületik, hogy megítéltem ezt a dolgot. Tudom, hogy, hogy, ez egy olyan útmutatás szakemberek részéről is, és Isten igéje alapján is, ami engem egy jobb állapotba, egy minőségi életvezetésbe, egy egészséges önbecsülésbe, önértékelésbe emel át, akkor ezért már érdemes azokat a lépéseket megtenni, ami egy rossz szokás, függőség lebontási munkájának a fáradalmát felülírja. Igen. És és én is azt gondolom, hogy ahogy hallunk olyan történeteket, hogy valakit Isten egyik pillanatról a másikra megszabadít mondjuk a drog függőségéből, vagy alkohol leteszi a cigarettát, úgy hiszem azt, hogy van olyan, hogy valaki egyszerűen egyik pillanatról a másikra meg tud szabadulni a pornófüggőségéből. És mégis ez a csoda kategória, így van, és a, így van. A, a többi pedig az, ahogy szokott történni, és, és egyetértek azzal, hogy ez egy hosszú folyamat, elköteleződést igénye, és nagyon fontos gondolat az, hogy ugye nem önmagába a pornófüggőségtől akarunk megszabadulni, mert hogyha valamit csak úgy ki akarunk szorítani az életünkbe, de ott van a légüres tér, az úgy igen, nem szokott igen, működni. Igen. Tehát ö, egyrészt az, hogy egy szenvedélynek úgy tudunk ellenállni, ha van valami mélyebb szenvedély, ami az Így betöltse. Van. Én hiszem azt, hogy ez a, az Istenben való gyönyörködés. Nagyon sokan beszámolnak arról, hogy önmagában, hogyha az igével töltik meg a, a szívüket, az tudja csökkenteni a... A pornó által kínált kísértést, mert egyszerűen másra orientálódnak a gondolatok, és emellett pedig nagyon fontos a, az okokkal foglalkozni. Igen. Az nagyon-nagyon érdekes, hogy mindenkinek a pornó függősége nagyon köthető ahhoz, hogy ő hol sérült. Például Igen. azt tanácsolják, hogy nézzük meg, hogy hol találkoztál először a pornóval, mert nagyon sokszor azt akarjuk megismételni azt az élményt, ahogy először találkoztunk vele. Vagy az, hogy amilyen típusú pornót nézel, az beszél a sérültségedről. Olyan típusú pornót nézel, ahol ahol alázzák a nőket azért, mert a te anyád is folyton megalázott helyzetben volt. Vagy olyan típusú pornót nézel, ahol a Domina van, mert a te édesanyád egy olyan Domina volt, aki leuralt téged is, meg az apádat is. Most csak egy példát mondok. Vagy az, hogy Igen. te te elkezdtél meleg pornót nézni, az miről beszél? Vagy Tehát, hogy nagyon-nagyon érdemes is, és, és éppen ezért majd rátérünk mm -hmm. arra is, hogy, hogy hogy lehet megszabadulni, hogy hogy vezessen naplót az illető. Akkor is, amikor mm. amikor éppen a kísértést érzi, hogy most éppen kísértésben vagyok, és egy idő után. Kire, Ez Nagyon kellemetlen. Nem? Nagyon kellemetlen, de annál hasznosabb. <laughs> Mert egy idő után kirajzolódik egy mintázat, hogy mikor szoktam én kísértésbe esni, milyen típus. Egy miniszoknyás nő a buszon, vagy a trónok harca nézése, vagy az egész vagy az, az, lét, vagy az pörgetése, pörgetése, vagy a TikTokon való szörfölés, vagy, vagy valami, amikor, amikor unatkozom. Nagyon sok fiatal mondja, hogy az unalom. Tehát, hogy, hogy kirajzolódik. És talán arról is arról is írok, hogy egy-egy epizód után, amikor elbuktam, olyankor mik, mik, mik az érzéseim is, ezek tanítanak és beszélnek arról, és ahogy, ahogy mondtad, hogy, hogy kérjünk segítséget, nagyon nehéz, ö, töb, többen visszajelzik, hogy önmagában az, hogy neked elmondtam, ö, csökkent Már a, a kiszértés. Itt, itt jön be a titok, hogy a titok az egy olyan erővel bír, hogy, hogy fenntartja a függőséget önmagában az, az, hogy titkom van, hogy erről senki nem tud. És ez, ez, ez akár házasságban is megjelenik, hogy titkom van a feleségem, férjem előtt. És akkor keresem azokat a helyzeteket, amikben ez a titkolózás benne van. Igen. A házastársaknak el kell mondani, ha valaki ilyenbe van, és szeretne kijönni belőle? Ön. Ez ilyen típusú kérdés már felmerült, és mindenképpen én azt gondolom, hogy a titok az elválaszt Igen. egymástól, és ahhoz, hogyha azt tűzzük ki célul, hogy egy nagyon teljes, nagyon értékes, közös, amire, amire ki van találva a házasság, azt szeretnénk megélni, akkor a titkok azok ilyen elválasztó falak. Emellett azt mondanám, hogy különböző állapotban, helyzetben lehetnek házaspárok, meg kell vizsgálni azt, hogy hogy tudja ezt. Elhordozni a házastást. Mert sajnos olyannal is találkoztam, ahol nem segítséget kapott a házastástól, hanem egy olyan elutasítást, megvetést, ami megterhelte, nem segítette ezt. Ugye ez egy nagyon vágyott állapot, hogy minden megkötött házassági szövetség az nagyon optimális legyen, akkor egységre törekednek, egy gyakorlaton vannak. Azt tapasztaljuk, hogy többféle teher alatt lehet egy házasság, többféle háttér tényező formálhatja, alakíthatja. A, a, vagy határozhatja meg abban a pillanatban a kapcsolatokat. Így kérdés, hogy a feltárás, az egymás előtt való feltárás abban a helyzetben előre visz, vagy nagyobb teher alá visz. Nyilván jó lenne, jó lenne hogyha nem így lenne, de, de ezt is figyelembe kell venni. Hát a cél az, hogy a titok nem maradjon ott. De hogy a titok feltáráshoz az milyen út vezet ebben, ezt ebben a helyzetben meg kell vizsgálni. Ha valaki azt gondolja, hogy nem akarom meg akarom kímélni a házastársamat, ez nagyon. Nem erről beszélek. Igen, nem erről beszélek. A titok az valahogy mindig előbújik, hogyha nem beszélünk róla. Akár úgy, hogy mondjuk nagyon sok feleség küzd azzal, hogy én többször akarok együtt lenni a férjemmel, mint ő velem. Nyilván lehet ebben olyan, hogy tényleg egyszerűen az a ritka eset áll fenn, hogy a feleségnek nagyobb a szexuális étvágya, de sokkal, mint a férnek, de sokkal gyakoribb az, hogy pornó van a dologban, és emiatt uh -huh. egyszerűen nem... Ott, ott már megkapja a férje Igen. azt, amire vágyik, és, és a felesége pedig attól szenved, hogy nem nincs kapcsolódás, uh -huh. és, és amellett, hogy Mondjuk ö, ideális esetben el is mondja a házastárs ö, a másiknak. Az fontos, hogy ne ő legyen a terapeutája, ne, igen, ne a házastársa igen. legyen az, aki hordozza a részleteket. Például igen, az, hogy igen, elmondom, pontos. hogy drága. Ö, pornót nézek, és egyszer elmondom, hogy milyen mélységben vagyok benne, de utána nem minden egyes alkalommal neked számolok be arról, hogy most ezt, meg ezt, meg ezt néztem, és ilyen, meg olyan gondolataim voltak, hanem erre kell, hogy legyen van egy vagy egy megbízható jó barát, vagy egy lelkigondozó lelkipásztor, vagy egy keresztény szakember, pszichológus, aki, aki tudja ebben kísérni a, az illetőt, okay. tehát ne a házastárs legyen, aki ennek a terhét hordozza. Amikor valaki ismerkedés előtt áll, és mondjuk pornófüggő, akkor mennyire célszerű egyáltalán ezt a területet elővenni? Van az az általános gondolata az embereknek, hogy majd a házasság úgyis meggyógyít mm -hmm. ebből. Mm -hmm. <laughs> Rázzuk a fejünket nagyító. A házasság az nagyító minden, minden gubancunkra. A házasság betölti azt az űrt, mm -mm. amit most pornóval tölt. Nem, mert, ez ne, mert a pornó nem szex. Igen. Tehát, hogy nem tudja betölteni. Oké, okay, lehet, Igen. hogy technikailag kielégülök, de nem ugyanarról van szó. És aki, aki pornó uh, pornóval uh, küzd, akár egy hónapban egyszer nézi, akár naponta nézi, az beviszi szépen a házasságába, és, és néhány hónapig, főleg, hogyha mondjuk megtartották magukat, mm. és vártak, és mind a ketten uh, szüzek, és hú, nagyon örülünk egymásnak, akkor néhány hónapig elnyomhatja azt, hogy azt az igényt, hogy én amúgy pornóra szoktam önkielégíteni, meg amit behoztál, hogy 15 éve ezt csinálom. Vagy húsz hmm. éve ezt csinálom, az hmm. nem tűnik el így, és a sérültségek Igen. se tűnnek el. Igen. Az, hogy Igen. az én önértékelési gondom, vagy hogy hogy szoktam megoldani a stresszt, az nem tűnik el attól, hogy itt van a férjem vagy a feleségem. Tehát én mindenkit óva intenék attól, hogy a házasságtól várja azt. Nem. Ha jót akarsz magadnak és a házastársadnak, akkor azelőtt foglalkozol ezzel a problémával, hogy, hogy összekötitek az életeteket. És behozom azt, hogy ha meg már gyerekek vannak, akkor az meg még, még több felé viszi az energiákat, tehát egyszerűen jobban járunk, hogyha ezzel foglalkozunk előtte. Ha meg esetleg nem sikerült, akkor azoknak mit tanácsoltok? Mert ugye nyilvánvalóan gondolom, olyan is előfordul, hogy akár már felnőtt gyereke is lehetnek az embernek, Abszolút. hogy bármilyen életszakaszba tartan, hogy akkor mit tanácsoltok? Hogy házas, elvileg minden rendben van vele, de mégis érző, hogy mondjuk problémái vannak ezen a területen, akkor az hogy kezdjen hozzá. Tudom, hogy nagyon sok mindenről beszéltünk, hogy okok feltárása, Igen. meg hasonló, de hogy van esetleg még plusz információ, hogyha valaki ilyen helyzetben van. Én azt gondolom, hogy az azért nagyon ritka, hogy minden másom úgy rendben van a házasságban, és pornó van, mert a, a szex és a szexualitás a házasságunk egyik alapja. Van. És még ha titokban van is a Ugye gyakoribb azért még mindig, hogy a férj pornófüggő, ezért most erről beszélek, hogy a feleség érzi, hogy valami távol bánik van. Bánik Én nem úgy bánik akár, akár konkrétan ö, a szexualitás terén olyan irreális elvárásai vannak, hogy drágám, miért nem vagy 5 kilóval kevesebb, vagy ezt, vagy azt, miért nem csináljuk. Azt tudjuk, hogy a vállási statisztikáknak az 56%-ában megjelenik az egyik félnek az internetes. Ö, tevékenysége, pornó, mm. pornó tevékenység, mm. vagy internetes chatszobák, azt is tudjuk, hogy a hűtlenségi rátákat hihetetlenül megnöveli. Mert ugye, amiről beszéltünk, hogy egy idő után nem elég nézni, egy idő után meg akarja tenni. Igen. Ha a feleség nem teszi meg vele, először elmegy prostituálthoz, utána viszony mm. tart fenn, és, és előbb vagy utóbb ezek kijönnek, tehát, hogy, és tudjuk azt, hogy, hogy amikor pedig nagyon sok esetben azért ez valahogy kiderül, hogy a, az egyik félnek pornó problémája van, hogy a, a feleségek 70%-ánál ilyen poszttraumás stressz szindrómát tud ez előhozni. Nem nehéz ebbe belegondolni, hogyha, hogyha, a férj folyamatosan más nőket néz, és ő rájuk elégül ki, az hogy hat vissza a feleség. Egyetlen el tudja választani elég. a feleség a sima, meg, tehát a fizikai megcsalást? Szerintem hihetetlenül nehéz. Ugye erről teológiai vitát lehet Igen. folytatni, hogy megcsináljuk, hogy ez hol kezdődik. Minden Igen. esetre az érzés szintjén azért nagyon Igen. Úgy, úgy tud Igen. megjelenni, és és én, én minden házaspárnak azt mondanám, hogy, hogy a saját maguk érdekében foglalkozzanak ezzel. Ez azt gondolom, hogy egyéni, hogy, hogy ez pusztán egyéni terápiát Igen. vagy párterápiát jelent, ez azt gondolom, hogy függ nagyon-nagyon sok mindentől. Attól, hogy hogy a házastárs eleve úgy jött oda, hogy, hogy nekem ezzel problémám van, vagy ez kiderült, rányított, uh -huh. az, az mindig sokkal fájdalmasabb. Valaki mondta, aki férfiakkal foglalkozik, és segít nekik a pornótól megszabadulni, hogy két választásod van. Vagy az, hogy elmondod a feleségednek, vagy az, hogy rajta fog kapni. Tehát, hogy melyik a jobb. Okay. Okay. <laughs> Úgyhogy... Okay. Biztos, hogy a, a világosságra hozata, tehát szembenézni vele, el, nyilván felismerni, szembenézni vele, világosságra hozatal ennek a időzítése, meg a helye, az erről több mindent mondtál. Most is itt szeretném, hogy nem maradjon félreértés, hogy, 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 hogy semmiképpen nem jó a titok. Ennek a, az időzítése az adott kapcsolat minő, állapotától függ, hogy ez, 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 a házastársak előtt mikor fogalmazódik meg, de a világosságra hozatal az, hogy segít, baj van, segítséget kérek, ez mindenképpen, mert az megerősíti az odaszánást is, hogy a van egy támogató, aki követi a, a, e, ezen a területen a, a változásokat, és itt, itt több olyan lépés lehet tenni, hogy amit te egy javasoltál, de egyáltalán belegondolni abba, hogy milyen helyzetek vezetnek a, ehhez a döntéshez, hogy bekapcsolja a pornót, és aztán önkérdítést végez, hol lehet ebben a folyamatban a fékeket elhelyezni, a, hogy használom a technikai eszközöket, a, amik, amiket a, milyen biztonsági a laptopot, ö, ö, okostelefont, hogyan tudok ott egy féket elhelyezni, illetve a a, a stressz, a frusztrált helyzetek kezeléséhez, milyen stratégiákat tudok, amik valódi ö, 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 eszközök abban, hogy ez ez ö, megoldást jelentsen, tehát ha valahol született egy stressz, akkor azt én hogy kezelem, hogy való, a helyzetnek megfelelő megoldás legyen, és nem valami pótselekvés, alkohol, drog, pornó ö, ö, vonalán kerüljön ez a kielégítés, és nyilván ennek a mély gyökere az, amiről már beszéltünk, hogy egyáltalán az önmagamról való gondolkodás, másik nemről való gondolkodás, gondolkodás, önértékelés, jövőkép, mi a célja a szexualitásnak, ezek a gondolkodásban úgy helyre kerüljenek, ami motivál arra, hogy ezeket a változtatáshoz szükséges lépéseket meg, meg tegyen, de a világosság hozatal az az első, belátás világosságra hozatal az az első, ami el tud indítani egy közös munkát is, és aztán egyéni vagy közös terápia. És itt, a, ha, már ez szóba került, hogy, hogy most bűn szempontjából azért a, a szemelkötött szövetség, illetve a, mm. a, 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 aki, aki gondolatban elkövetett porozásokat, azt is nagyon súlyosan az új szövetség megítéli. Tehát ö, most nem ö, a bűntudatot akarjuk juk erősíteni béni, módon, Jézus... hanem a világoságot, hogy hogyan merre kell előre menni. Szerintetek, Igen. amit Jézus mond, hogyha valaki asszonyra tekint go gonosz kívánsággal, paráználkodik vele az ő szívében, az a pornó az, az ez? De hát én, én szerintem nem kiberíti de teljesen, sőt. Igen. Ugye itt jöhetnek az ilyen kiskapuk, hogy oké, okay, akkor a házas pornót nem... De aki már házas társ, és az van a pornófilmben, azt nem nézi. Én hallottam ilyen kiskapukat, csak azért mondja, hogy, hogy... Tehát, hogy a házasság... Amit ha jól értem, arra akarsz utalni, hogy házasságtörés az, amikor házasságban lévő emberrel valaki elkövet valami bűnt. De hogyha mondjuk egyedülálló ember néz olyan emberről pornót, aki nincsen házasságban, akkor az tulajdonképpen nem házasságtörés, hanem parázsáság. Igen, igen most csak azért mondom, mert hallottam néha ilyen. Hát ezeket ezt már nagyon furázságot is elítéli Igen, az igen. igen az a szövetségtől függ. Igen. A, 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 ez, ez már tényleg egy teológiai szint lenne, hogy Igen. ugye a, a tíz parancsolatban az a házasságtörés az eredeti jelentése. Viszont én, én most a szolgálti tapasztalat is ezt húzza alá, hogy, hogy az, akivel ez megtörténik, az valakinek a potenciális házastársa. Igen. Tehát és már akkor, akkor, sérül az a, a gondolkodás a, 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 szexuális életről, szövetségről, ez mind-mind elválaszt attól, ahogy Isten ezt ki találta. Tehát ilyen értelemben a házasságtörés is lehet úgy is minősíteni, hogy, hogy úgy is értelmezni, hogy, hogy valakinek a leendő felesége, a leendő férje. Én. És szeretnék egy olyan szempontot itt behozni, hogy amíg ugye a prostitúció a legtöbb országban illegális, addig a pornó legális, holott nagyon sok esetben a pornó, az filmezett prostitúció. Igen. És nem tudhatja a felhasználó, ez azért önmagában azt gondolom, hogy nem fog senkit se visszatartani attól, hogy pornót nézze, mert túl sok a vonzó hatása, de tudja azt, hogy amit ő néz, soha nem lehet biztosabban, hogy, illetve nagyon kevésszer lehet biztosabban, hogy ez az illető az nem, mondjuk egy emberkereskedelem egy áldozata. áldozata Igen. Igen. És, és elmondják elő. sokszor, hogy amíg mondjuk egy megerőszakolás egyszer történik meg, addig, hogy ez felvételen van, és bármelyik ember, az mostantól kezdve, amíg van internet, azt az ő szenvedését újra végignézheti, az még annál sokkal rosszabb. Tehát mm -hmm. itt azt gondolom, hogy tényleg a kiskapu keresésről van szó, hogyha ilyen ö, ö, szavakon igen. Ilyen ideológiákat Igen. Nekem Igen. amúgy Igen. volt egy barátom, akinek úgy sikerült a pornográfiából megszabadulnia, hogy egy lelkész beszélt arról, hogy te szerencsétlen, kizsákmányolt nőket nézel az interneten, Igen. és mindig, amikor ilyet nézel, akkor gondolj bele, hogy ezek elkábított, elrabolt Igen. emberek, akik lehet, hogy azért csinálják, hogy el tudják tartani a családjukat, vagy a gyermeküket, vagy egyszerűen csak. És ugye most hallottunk pont ilyet a Fülöp-szigetekről, amikor hatalmas botrány volt abból ott a webkamerás szolgáltatáson keresztül hogy arra kérték a kommentelők hogy a gyermekét erőszakolja meg a kamerák és, előtt. és a covid alatt hihetetlenül fel erősödött ez hogy a szegényebb helyeken egyszerűen a gyerekeiket Mi? eladták Igen. pornóra Szóval. Hogy, és és az, ez a barátom azt mondta, hogy ő onnantól nem tudott jó. Mm. Addig se tudott jó lelkés, de onnantól egyszerűen hát morálisan nem igen, tudott, igen, nem igen, tudott, igen, nem tudott igen. már örülni, nem tudta élvezni igen. azokat a képsorokat. Mm -hmm, igen. Hát ez is, ez is egy ilyen információ is segít abban, hogy embernek lássa a jelenlévőket, nem csak egymást tárgyként használó személyek, hanem Meg, embernek igen. lássa. Meg ugye tényleg itt bejön az, hogyha. Lehet, hogy ő most kiskaput talál abban, hogy ez nem házasságtörés, de ha most tárgyiasítja a nőket igen. a szexben, akkor a feleségét is tárgyiasítani Így fogja, van. és nem fogja tudni. Egyszerűen azért van egy olyan része ö, ennek, hogyha folyamatosan kijöjjük magunkból azt a részt, hogy, hogy az érzelmeinkkel is benne legyünk a szexben, hogy hogy a teljes emberrel, nem csak a, a testi kielégülésre, nem is szermével vagyok együtt. Igen, igen. Akkor, akkor Egyszerűen nem fér bele az, hogy hogy tárgyiasítva nézzek másokat. Okay. Amúgy szerintetek, ha pornót néz valaki, akkor a lesznek ketten egy test, az nyilván fizikailag nem valósul meg, de az a sok-sok kép, meg, meg ilyenek, az, az ö, hasonlíthat a szexuális együttléthez? Tehát ha okoz lenyomatot az ember lelkében az, akit néz? Emlékszinten biztos. Tehát flashbackek flashback vannak, tehát erre is azt gondolom, hogy Isten kegyelme felül tudja írni, tudja sztornózni az emlékeket, de de nagyon sokan küzdenek azzal, hogy megmaradnak az emlékek, akár a rövid távú emlékek úgy, hogy azt arra gondolok, miközben a, a párommal vagyok együtt, akit néztem, mintha ővele lennék, vagy egészen régről, ugye főleg férfiakra szokták mondani, hogy inkább vizuálisabbak, de vannak nők is, akiknek megragadnak ezek az emlékek, ezek a jelenetek, amiket nagyon nehéz kitörölni, főleg az első találkozások. A, Igen. A meg Én. Még Ez viszont fér... szóval, szerintem, bocsánat, a nőknél is erős az, e, az első élmény. Amiről mm. a férfiak beszámolnak, hogy nagyon sokszor álomban visszatérnek ezek a képek. Hát akkor, amikor ugye az ellenálló képessége az embernek nem olyan szintű, mint az éber állapotban, ez egy nehezebb terület, de én is teljesen ö, aláhozom ezt, hogy, hogy Isten nekem a kegyelme erre is ki. Tehát erre, ezzel nem szabad visszajönni hozzá, teszem senkinek, Igen. Mert, mert Isten a szíveket vizsgálja, és hogyha, hogyha hogy a, a szándékában ott van egy valódi szabadulás vágy, akkor most, ahogy mondtuk is, ez lehet egy hosszabb folyamat ennek a szellemi munkájával, a természetes szinten a gondolkodás megváltoztatásával, a szokások megváltoztatásával valódi konfliktus megoldási stratégiák, hogy ne legyen pócselek, és ez mind, amit elmondtunk. Tehát ez Isten kegyelmelre tud olajat önteni. De, de nekem is ezek a tapasztalataim, hogy ezek még be tudnak villanni. Olyannal is találkoztam, akinek teljesen azt, hát azt mondta, hogy teljesen törölt mindent. És hiszek abban, hogy Istennek a hatalma uh -huh. is kegyelm megvan. Uh -huh. Természetes szinten az emlékek rögzülnek, és hasonló helyzetek előhívják az emlékeket. Tehát ilyen mindenképpen az, hogy az a konklúziónk, hogy, hogy, nagyon is. fontos volt, amit kimondtál, hogy, hogy, hogy no uh -huh. Uh -huh. zóna területe ez egy semmilyen szempontból nincs semmilyen pozitív pozitív hatása, és alattomos, gonosz, sokszor rejtett következményei vannak, amik mérgezik az embernek az életét, megterhelik a, a, a valódi párkapcsolatra való készülést, azzal kapcsolatos várakozásra, vagy annak a megélését, tehát komoly gyógyulásra, szabadulásra, Isten kegyelmére van szükség, hogy valaki ki tudjon jönni ebből. Nem? Ki lehet. Igen, hogy lehet. Ez a végszó. Köszönjük szépen a kedves hallgatóinknak a figyelmet, és nagyon köszönjük, hogy eljöttetek és elmondtátok. Nagyon hasznos volt tényleg. Dr. Újlaki Győri Annával és Kulifai Módikával beszélgetünk műsorvezetőtársam, király Kinga nevében, is köszönöm a figyelmet. Várjuk a kérdéseket, észrevételeket, mindenkinek szép napot és jó rádióhallgatást. Kívánunk viszont hallásra.